Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amint elérkezett a húsvéti vacsora órája, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt, így szólt hozzájuk. Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt. Vegyétek és osszátok szét magatok között. Mondom nektek, nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa. Aztán azután kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, Szent Lukács evangélistától az utolsó vacsora körülményeiről, állapotáról hallhatunk egy beszámolót, hogy az Úr Jézus a tanítványaival együtt az utolsó vacsorán nem csak egy utolsó baráti gesztusként jön össze, hogy még egy utolsó asztaltársaságot vállaljon velük és megajándékozhassa ezzel az utolsó asztaltársasággal a maga jelenlétével őket, hanem itt valami többről van szó. Most hozza létre az utolsó vacsorában az ő örök, Isten emberi asztaltársaságát, amely már az eukarisztia oltárának az első megnyilvánulása, hiszen amikor azt mondja, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem, ez az én vérem, nem hasonlatot mond. Nem azt mondja a tanítványoknak, hogy vegyétek és egyétek, mert ez a kenyér, meg ez a bor olyan, mintha az én testem, meg az én vérem lenne, nem. Hanem emlékezteti őket arra, hogy ez nekünk nem egy emlékvacsora már többé, hanem valahányszor ezt tesszük, a fölszenteltség képesség által a Szentlélek az, aki azt a kenyeret az ostyában és azt a bort a kehelyben már nem valaminek tartja meg, hanem Krisztus személyes, valóságos Isten és emberi természetének jelenlétévé. Tehát az Úr Jézus ezt az anyagot, az ostyát és a bort használja föl arra, hogy ahogy egykoron az utolsó vacsora termében zárt ajtók mögött jelent meg, most az oltári szentség zárt ajtaja mögött jelenik meg, és a hitkegyelme által érzékelteti az ő jelenlétét a kenyér és a bor színe által, hogy ott van, és nem a gyomrunkban, hanem a szívünkben, emberi énünkben fogadjuk őt, aki ebben a kenyérben és a borban nem valamit, hanem föltámadott, megdicsült, valóságos isteni és emberi természetét adja nekünk, mint az örök élet táplálékát és zálogát. Amen.